Már hagyomány 60-ban, hogy Tóth Pál Szilvia énekkurzus a záró rendezvényt szervez, ebben az évben is nagy érdeklődés övezte a programot. A Nagy Endre rendezvényteremben több mint egy tucatnyian léptek fel, az előadók sorra váltották a fellépő ruhákat, hogy egy adott dal hangulatát még jobban előidézzék. Tóth Pál Szilvia elmondta, hogy izgalmas évet tudhatnak maguk mögött, az idei koncertre igyekezett színes előadást összeállítani, ezért a műsorban több stílus is képviselteti magát. Az adventnek megfelelően igyekeztem úgy összeállítani, hogy hangulatában készítsen minket elő a karácsonyra, és segítsen ezt az adventet nagyon szépen átélni. De ez nem azt jelenti, hogy csak lassú dallamok lesznek, hanem azt, hogy a hangulatot, azt a szeretetet, amire vágyunk, meg azt a jó érzést, amit szeretnénk, én ezt szerettem volna ma este a színpadra hozni, különféle stílusokkal, dalokkal, tercettekkel, duettekkel, egy kis tánccal, és nagyon remélem, hogy sikerülni fog ezt megidézni. Hozzátette, folyamatosan jönnek az új ötletek az előadásokkal kapcsolatban, és nagyon motiváló a számára átélni, ahogy megvalósul egy fellépés. Ambrus Beril egy Puccini áriát adott elő, illetve egy duettet is énekelt Tóth Pál Szilviával. Kiskorom óta megérintett a zene, anyukám már óvodáskoromtól kezdve énekelt nekem, úgyhogy én is a zene szeretete az igazából már nagyon régen bennem van. Zeneiskolás voltam, aztán mindig ott Hargitai Gézánál furiázni tanultam, aztán énekelni Szabó Krisztinél, és akkor így konzis lettem, aztán most zeneakadémista vagyok, úgyhogy így folyamatosan ott van az életemben a zene igazából. Hozzátette, az ünnepi koncertre nagyon sokat készültek, azonban a vírus megnehezítette a próbákat, ugyanis többnyire online zajlottak. Színe Eszter az Államutazó című előadásból az Álomvilág dalt is előadta a közönségnek. Az énekes elmondta, már gyermekkorában kialakult a zene szeretete. Én egészen kicsi koromtól kezdve fogékony voltam a zenei és táncos művészetekre, és nagyon szerencsés vagyok, mert ha mondhatom, akkor az egész családom nem művészek, de nagyon-nagyon dalos pacsírták, ha fogalmazhatok így. Nagypapám és nagyszüleim és édesanyám is kicsi koromtól énekelt nekünk hajszárítás közben, és amikor semmit nem hallottunk belőle, de mégis éreztük, tehát az életünk része volt a zene. Általános iskolában és gimnáziumban kórustag voltam, és nagyon-nagyon sok időt töltöttünk szólamtanulással és énekléssel, és aztán vittem tovább így ezt természetesen először csak hobbi úton, majd Szilvi kezdett velem komolyabban foglalkozni, és úgy érzem, hogy ő hozott arra a szintre, amivel úgy elkezdtem megbarátkozni. Tóth Pál Szilvia és növendékei az idei koncertet az adventi időszak hangulatához igazították. A központba a szeretetet, a hálát és az örömet helyezték.